Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke ismertette a jégmentesítő rendszer szükségességét. A jégkármérséklésnek a lényege az tulajdonképpen az, hogy a talajgenerátorokkal nagyon sok ezüst jodid kristályt juttatunk föl a felhőzetbe. Ez az ezüst jodid kristály, ez nagyon hasonlít a jégkristályra, és ez összegyűjti tulajdonképpen a körülötte lévő túlhűlt vízcseppeket. És így nem néhány nagy jégszem, hanem rengeteg kis jégszem keletkezik, ami tulajdonképpen a föld felé el is olvadhat, vagy sokkal kisebb borsó nagyságú, vagy még kisebb jégszemek formájában hullik a földre. A védelemmel részesülő területeken a jég által okozott veszteség elenyésző. Az idei nyár elejé zivatarok, szupercellák jellemezték az időjárást szerte az országban. Június hónapra az volt a jellemző, hogy szinte az egész évben a legviharosabb és leghektikusabb időjárást éltük most meg június hónap folyamán. Országosan hat nagyon-nagyon viharos nap volt, ez a június eleje és a június közepére volt jellemző. Tolna vármegyében 3 ilyen viharos és jégesővel tarkított napot éltünk meg. Országosan 980 generátor működik, amelyből 37 a megyében, amelynek átlagosan 65 órát működtek június hónapban. A borsó nagyságú jég 3 alkalommal okozott kárt, amely legfőképp a repcetáblákat érintette. 270 hektáron keletkezett jégkár, 59 hektáron pedig a vihar okozott gondot.